A vendégek kispadján pedig Máté Csaba debütált azt követően, hogy tavaly még a Ferencváros megbízott vezetőedzőjeként szárnyalt a zöldfehérekkel. Itt 10 percet kellett várnia az első gólra. Márány Donát azok után, hogy 10 nappal ezelőtt a 24. születésnapját ünnepelhette, most pedig az első gólját a mérkőzésen. A lilafehérek nem tudtak felszabadítani, és aztán Bárány remekül fordult rá a kapura. Pedig a vendégeknél nem volt Kusnyír, Ulfárszon, Vajda, Dominges, illetőleg Batik sem különböző okok miatt. Aztán egy szabadrugás, 26. percben Dzsuzsák Balázs pedig még 37 évesen is elképesztően nagy gólt tud rugni, hogyha rögzített szituációról van szó. Mutatja is a Loki drukkereknek, valamilyen több mint 100-an kísérték el a csapatot. Békés Csabára Dzsuzsáknak ez volt a 43. találata a Debrecen színeiben. Ez oda lett szerkesztve. Máté Csaba így örült. Dobi kapott egy taslit a frissen kinevezett szakvezetőtől, de hát ahány ház annyi szokás. Minden esetre a második félidőből 10 perc telt el, amikor már ott volt a harmadik Loki találat. Bárány tudott duplázni. Ferenci kapott egy remek labdát, egyértelműen nem volt les. Bárány pedig közelről bestukkolta. Póser tehetetlen volt. Hazai kispadon ült az az Uram János, aki az előző idények során azért időnként megnehezítette a nagycsapatok dolgát. Póser most csak akkor találkozott a labdával, leginkább amikor ki kellett szednie a kapuból, de hát nyilván osztálykülönbség volt a két csapat között, ráadásul a 62. percben még egy büntetőt is ítélt Bogár a Debrecennek. Más kérdés, hogy ez nem volt 11-es, de nem minden pályán volt jelen a VAR, ez egy egyértelmű szerelés. Bogárnak ettől függetlenül nem volt választási lehetősége azok után, hogy befújta. A büntetőt pedig Bárány Donát kíméletlenül bevágta, és ezzel, ha nem is klasszikus, de mesterhármas szerzett, a Debrecen pedig nagyon magabiztosan győzött 4-0-ra a Békés Csaba otthonában, és ezzel Bárányék vezérletével simán tovább jutottak. Amit lehetett beletettünk, azért látszott az osztálykülönbség, sokkal gyorsabbak, dinamikusabbak, jobban használják ki helyzeteiket. Talán, hogyha az elején nekünk az a helyzetünkben megy, akkor egész másképp is alakulott, pont bár akkor is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy különbség van a két csapat között. Gratulálok a Debrecennek. Megyünk tovább az NB2-be, próbáljuk meg ennél jobb meccseket játszani, és győztesen hagyni a pályát. Azt gondolom, hogy kontrolláltuk a meccset a nehéz körülmények ellenére, mert azért itt nem egyszerű kontrollálni a meccset, és azért az történt jobbára, amit mi szerettünk volna. Örülünk neki, hogy szép gólokat szereztünk, és hogy nem kaptunk gólt. Szerettünk volna helyzeteket kialakítani, én azt gondolom, hogy ma ez megvalósult, mert a gólokon kívül azért volt helyzetünk, illetve kértük a játékosokat, hogy a párharcokba menjenek bele bátran, induljanak el mélységbe, szóval ilyen dolgokat, úgyhogy azt gondolom, elindultunk egy irányba, de természetesen még nagyon sok van vissza.